Eddig minden évben Nyíregyházán szervezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei patika napot. Idén először Máté Szalkán egy felújított gyógyszertárban hívták fel a figyelmet a gyógyszerészi gondozás fontosságára. Patikusnak lenni csodálatos dolog, de egyben nehéz is. Betegeket ellátni egy külön mesterséghivatás. Igazából minden beteg maximális türelmet, figyelmet igényel és érdemel is. Ehhez a betegeknek nagyon, tehát az a patikusok nagyon sok türelem kell. Oda kell figyelni a betegnek minden érzékenységére, a baját, problémáját itt elmondja, és orvoslást vár rá valamilyen szinten. Sokszor egy jó szó is tökéletesen megfelel a gyógyszerek mellé. Úgyhogy ez egy csodálatos hivatás, nehéz is, de nagyon szeretem. Máté Szalkán az országos átlaghoz képest több patika jut a gyógyszert kiváltókra, vásárlókra. A városban 9 gyógyszertár van, valamennyi patika modern informatikai háttérrel rendelkezik, itt sem lesz gond a hamarosan bővülő rendszerrel. November 1-ével kötelező lesz minden gyógyszertárnak csatlakozni az e-recepthez. Úgy gondolom, hogy a gyógyszertárak meg is fognak felelni ennek a követelménynek. A rendszer készen fog addigra állni, hát ugye itt az a kérdés, hogy a rendszer többi szereplője, hogy készen áll-e arra. Tehát elsősorban ugye az orvosokra gondolok, a házi orvosokra, hogy azt a rendszer tudják-e használni, illetve hát, hogy a betegek mennyire tudják elfogadni ezt a rendszert, azért az is kérdéses. Az elnök hozzátette, a gyógyszerreklámok elterjedése nem segít a betegeknek, ezért is fontos a gyógyszerészek munkája és az, hogy a gyógyszertárba belépők bizalommal forduljanak a szakemberekhez.